Hello mindenkinek! Elsősorban a különleges Csicsovszki krémet fogom az arcomra felvinni, tehát a Csicsovszki krémmel fogom hidratálni ezzel a szuper hatékony krémmel az arcomat. Gyógynövényeknek az erejével gondoltam sokkal hatásosabb. Ezután, mikor a Csicsovszki krémmel hidratáltam az arcomat, ilyenkor szoktam egy picit várni, hogy a krém felszívódjon. Ténylegesen egy pár másodperc elegendő, hogy a Csicsovszki krém, felszívódjon. Ebben a videóban nagyon gondolkodtam, hogy melyik alapozót fogom most használni. Akkor ebben az esetben a Rimmeltől szoktam ezt a fajta alapozót alkalmazni, használni. Ezt az alapozót, tehát erről az alapozóról már meséltem nektek, hasonlóképpen, mint a, ugye ez a fajta alapozó, egy krém hatással rendelkezik, tehát egy ilyen krémes állaga van egyébként, amit nagyon szeretek, mert ugyanúgy nem szárítja az arcbőrömet, úgyhogy most ezt fogom alkalmazni a sminkelésünk során, tehát ezt az alapozót fogom felvinni a Beauty Blenderemmel. A korrektort abból a szempontból nagyon szuper és hatásos, hogy tényleg csak egy csepnyi kell belőle, ide a szemek alá, vagy akár az orrodra, vagy akár a mosolyráncokra, teljesen mindegy, és tök jól fed az adott területeket. Ilyet szoktam igazából egy-két csöppöt tenni rá, és akkor, de már közvetlenül a Beauty Blenderembe, és akkor ezt így eloszlatom. Ha egy kicsit így rajta hagyjátok, akkor egy kicsit mintha rászáradna, de egyébként ez a fajta, ez nem matt állagú, tehát ez krém állagú, ez a korrektor. Ezt egy kicsit lekocogtatod, így, és ugyanúgy a területekre fel tudod vinni. És akkor csak ezekbe a mozdulat, tehát ezekre a részekre, azért még, hogy kétszer-háromszor át szoktam menni a szemöldökömön. Akkor megvagyunk a szemöldökünkkel, fogok egy mekkes ecsetet,
valamikor olyan kedvem van, hogy jó sok pirosítót teszek, hogy a délutáni időszakban is megmaradjon, de hát nem mindig van ilyen dolog, vagy lehetőség. Na, szóval nem mindig úgy szoktam. Mikor milyen kedvem van? Szóval elsőnek a szemöldököm alá, a szemöldök csontomra mindig egy ilyen kis világosabb szín szoktam tenni. De tényleg csak egy nagyon kis picit. De. És akkor a szemzugomba is ugyanezt a fehér árnyalatot szoktam betenni, és hát felvinni. Ugye megnyitja a tekintetet, hát nagyon fontos. És ide nem kell sajnálni szerintem. Tehát azért jóval másabb hatást ad ezeknek a dolgoknak. Igen. És utána a barnát fogom keverni az arannyal, és a végén teszek bele egy kis feketét. Ezzel az eszcseppel sokkal könnyebb dolgozni, mert ugye ezzel felviszem. Így. És akkor utána a Bobbi Brown ecsetemmel el fogom satírozni, de úgy, hogy már előtte egy kis barnát felveszek az ecsetemre. Tehát nagyon fontos, hogy ezzel satírozzuk el. Na de elsőnek a külső szemzugomba fogom beletenni, és akkor innentől kezdve satírozunk, összedolgozzuk a lehetőségeket. Jó. Mint látjátok, hogy a szélső részeket, tehát ezeket nagyon szépen el kell dolgozni, tehát ennek tehát ez a titka, hogy nagyon oda kell figyelni a dolgokra. Jó. Ezután azért még egy kis kernexet felviszek az ajkaimra. Jó. Ezután a szemhéjtus fog következni. A szemhéjtusom, amit a szemhéjtus, amit nagyon szeretek használni, az a Rimmertől ez a fajta szemhéjtus. Sokan kérdezitek, hogy a Bobbi Brown vagy a Anastasia pomádé, ezeket szeretem-e. Igen, nagyon csodálatosak, nagyon szeretem őket, de mégis valahogy sokszor, amikor ruhannom kell, nincsen idő nagyon sminkelni, akkor ezt a fajta túst nagyon-nagyon tudom ajánlani, szeretni alkalmazni mindenkinek. Úgyhogy most a tusvonalat fogjuk elkészíteni. Látjátok, ennek ilyen kicsi a hegye. És ezzel tényleg gyönyörűeket lehet húzni. Akkor megvan a szemhéjtusom, akkor én ezt a MAC-es szempillaspirát szoktam mostanában használni. Szóval meg vagyunk a szemhéjtussal. Ezután a nagyon nagy kedvenc Estée Lauder rúzsomat fogom alkalmazni, és a csodálatos álomszínt.
elkészültünk a sminkünkkel, tehát ugye az Estée Lauder húst alkalmaztam, a 300-as gátját. Úgyhogy ilyen lett a smink. Remélem tetszett a videóm, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!